Szevasztok srácok, hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit a mai videóban, illetve a csatornámon. Én Sticky vagyok, és kifejezetten hip-hop tartalmakkal, illetve rapperekkel foglalkozok. Láttam, hogy nagyon sokan írtátok, hogy szeretnétek több ilyen régi stílusú, klasszikus bemutató videót látni rapperekről. Én próbálok ennek eleget tenni, és a mai videóban egy olyan rapperről fogok nektek mesélni, akit már nagyon-nagyon sokan kértetek. Többször is említettem már régebbi videóban, de nem volt még sose ilyen egybe összeszedett bemutató videó vele kapcsolatban. Egy nagyon-nagyon meghatározó és elképesztően tehetséges rapper, az ő neve Playboi Carti. Mielőtt bárki elkezdene szétszedni a komment szekcióban, hogy nem így kell ejteni a nevét, tudom, hogy Amerikában Playboi Cartinak nevezik őt, de szerintem itt Magyarországon nyugodtan mondhatjuk Playboi Cartinak. Tényleg óriási hatása volt az egész hip-hop kultúrára, hiszen létrehozott gyakorlatilag egy teljesen új műfajt, a rage-et, amit én ma biztos, hogy kedvencemnek vallanék. Oké, lehet, hogy nem teljesen egyedül hozta létre, de ő indította el azt a hullámot, amiből aztán kifejlődtek a rage rapperek. Rengeteg botrány van ő vele kapcsolatban, tényleg egy nagyon fordulatos karriere van, nagyon sokat változott, és ma mindent el fogok mesélni vele kapcsolatban, minden infót hallhattok, tehát hogyha valaki kőkemény Playboi Carti fan, akkor azért maradjon itt, ha pedig valaki még sose hallott róla, akkor azért, hogy most megismerje őt. Nem is húzom tovább az időt, vágjunk is bele. Polgári nevén Jordan Terrell Carter 1996-ban született Atlantában, jelenleg 26 éves. Erős akaratú gyerek volt, állítása szerint senki sem mondhatta meg neki, mit csináljon. Gondolom nem lepődtök meg azon a tényen, hogyha azt mondom, hogy az iskola nem érdekelte őt és rendszeresen keveredett botrányba. Eleinte kosarazott és az volt az álma, hogy bekerüljön az NBA-be, azonban az edzésekre se járt el, így az edző hamar kirakta a csapatból. Ezután döntött el, hogy inkább a zenélést próbálja ki. Érdekes, hogy a suli helyett elkezdett egy H&M-ben dolgozni és mellette zenélt. Bukdácsolt a gimis évei alatt, és már egy hajszálon múlott, hogy ne érettségizzen le, de végül sikerült neki nagy nehezen, viszont a családja nem is hitte el, amikor elhívta őket a balagásra, nem mentek el, mert azt hitték, hogy csak kamuzik. Már fiatal korától kezdve érdekelte a divat, és mindig is trendsetter akart lenni, mindig bátran kipróbált új és extravagáns outfiteket. Sulis évei alatt alapvetően turkálókból szerezte a ruháit, és próbált minél különlegesebb szetteket összepakolni, nagyon-nagyon szerette például a színes farmereket. 2011-ben kezdett el rappelni, eleinte Sir Carrier néven, majd 2013-ban változtatta át Playboi Cartira. A Carrier egyébként egy francia luxusmárka, a Playboi pedig ugyan lifestyle-ra utal, amelyben a rapper is él, sokat csajozik, bulizik, stb. Később, mikor eldöntötte, hogy mindent feltesz egy lapra és mindent a zenélésnek áldoz, átköltözött Atlantából New Yorkba és a dealerénél lakott. Az A$AP Mob tagjai közül sokan jártak ide vásárolni, így összebarátkozott először A$AP Barry-val, aki egyébként a Willow márka alapítója. Barry pedig bemutatta Cartit A$AP Rocky-nak, aki nagy potenciált látott benne és elkezdte segíteni a zenei pályafutását. 2015-ben viszonylag nagy figyelmet kaptak olyan zenéi, mint a Broke Boy vagy a Ferry, majd elkezdett együtt dolgozni több atlantai underground producerrel és rapperrel, mint például Thousand Ben Phoney, Young Benz vagy épp Uno The Activist. Utóbbiról elterjedt, hogy unokatestvérek Carrival annyira sokat lógtak együtt, de ez kiderült, hogy nem igaz, csak barátok voltak. Ekkoriban lett jóba ilyen Connorral is, aki egy fashion icon volt már ekkor is, és nagy hatással volt a rapper divatérzékére. Szép lassan egyre nagyobb közönsége lett Atlantában, és közös turnéra indult A$AP Ferg-gel, valamint Lil Uzi Vert-tel, majd leszerződött az Interscope-hoz. 2016-ban már A$AP Rocky A$AP Worldwide Greatest Entertainment kiadójához is leszerződött. 2017 volt az áttörő siker a rappernek, amikor kidobta a saját magáról elnevezett debütáló mixtape-jét. Ezen szerepeltek olyan zenék, mint a Magnolia vagy a Woke Up Like This, amelyek megalapozták Playboi Carti saját stílusát és személyi kultuszát, valamint nemzetközi népszerűséget hoztak neki. Ugyanebben az évben bekerült a XXL Freshman Classba is, illetve közös turnéra indult Gucci Mane-nel. 2018-ra már teljesen kikörvonalazódott Carti egyénisége és egy stabil pozíciója lett a rap game-ben. A Dial It című album megjelenésével mutatta meg nekünk a saját fejlesztésű beszéd technikáját és flowját, az úgynevezett Baby Voice. Ugye Carti egy hamisítatlan mumble rapper, de nem csupán motyogva rappel a zenéiben, hanem egy szavakkal nehezen leírható, nyögdícselős, nyávogós, szinte teljesen érthetetlen hangzás produkál, ami nagyjából egy beszédhibásra hasonlít, mégis zseniális. Carti elvileg angolul énekel, mégis az angol anyanyelvűeknek is nehéz megérteni a szövegét. Teljesen máshogy ejti ki a szavakat, betűket, tehát sokak számára csak szimpla zagyválásnak tűnhet a szövege, holott nagyon is van értelme, csak Carti mondhatni egy saját nyelvet beszél, amit a rajongók Cardinéznek hívnak. Emellett az adlibjei is ikonikusak, például a what, vagyis mi felszólítást egy-egy album alatt több százszor kimondja. Mindenképpen meg kell említeni a beat production-t is, ami a zenéi mögött van, hiszen elképesztően hozzátesz az egész produkcióhoz az, hogy milyen beatmakerekkel dolgozik együtt. Például Pierre Born, akivel
rengetegszer láthatjuk őt, legalább annyiban hozzájárul a zenék sikeréhez, mint maga Cardi a flowjával. Már 2018-ban bejelentette a következő albumát, a Holland Redet, azonban ez több mint 2 éve csúszott és a 2020-ban jelent meg. Itt megjegyezném azt, hogy egyébként nem sok rapper engedheti meg magának azt, hogy éveket kihagyjon és évekig ne jelenjen meg saját zenéje, aki egy-két feature megjelent, kijelenthetjük, hogy Cardi a rap game-ben a rapperek 80%-ának a rajongó tábora így el is felejtette volna az adott rappert. A 2 éves szünet alatt egyébként Cardi teljesen átváltozott mind zeneileg, mind a stílusát tekintve. Az azelőtt laza és stílusos rapperből egy sátánista rockstar karakter lett. Az album egyike azoknak, melyek megteremtették a rage műfajt, amit már a videó elején említettem, tele elborult veretős trap zenékkel. Új producerekkel dolgozott együtt a projekten, mint például Filthy a Working on Dying kollektívából. A Baby Voice-ból átvezett egy screamesebb vonalra, illetve összességében sokkal agresszívabb lett. A projekt sokat merít punk és metal elemekből is. Hangzás mellett a rapper egész identitása is megváltozott. Öltözködésben, megjelenésben is teljesen elment egy dark, sátánista irányba. Felépített egyfajta vámpír kultusz maga köré, saját magát King Vampnek, vagyis vámpír királynak nevezve. A koncertjein teljesen beteg külsővel halloweeni sminkben vámpír jelmezben lép fel. Amikor droppolta a ruha kollekcióját, szintén mindenkit sokkolt, ugyanis egytől egyig elborult sátánista jelképekkel borított minták voltak. Minden, amit el tudtok képzelni, fordított keresztek, pentagramok, 666 stb. Sőt, a rapper odáig ment, hogy sátán feliratot tetováltatott a tarkójára. Nekem személy szerint egyébként ez az album nagyon-nagyon tetszett, akkor ott frissen, még egy kicsit meredeknek tartottam ezt a vonalat, amiben ő elkezdett elmozdulni már, mint ami így a külsőjét jelenti, viszont igazából azóta én is így megszoktam, meg ez kb. Igaz mindenkire, tehát akkor azért az ő rajongó tábora nagyon fel volt háborodva, hogyha emlékeztek 2020-ban, minden arról szólt, hogy a várva várt Playboy Cardi album egyáltalán nem olyan lett, mint amire mindenki számított. Ugye abban a 2 évben, amikor ő nem adott ki zenét, akkor a rajongói gyakorlatilag ilyen leakekből tudtak táplálkozni, azt is tudni kell, hogy neki nagyon-nagyon hűséges közönsége van, tehát tényleg árgus szemekkel összetartóan figyelik azt, hogy ő mikor fog droppolni és mit. Nagyon jól ki tudott alakítani maga köré egy ilyen misztikus, rejtélyes valamit, ami tényleg így mindig fenntartja az ő rajongóinak a figyelmét. És amikor droppolta ezt az albumot, akkor egyébként number one lett a Billboard slágerlistán, de nem azért, mert mindenkinek annyira tetszett, hanem azért, mert pont, hogy ennyire megosztotta az embereket. Kb. Botrányt keltett azzal, hogy teljesen mást adott ki, mint amit vártak. A leakek, amiket említettem, amit abban a 2 évben hallgattak a rajongók, azok is gyakorlatilag egyik se jelent meg az albumon. Viszont ahogy eltelt 1-2 hónap, majd 1-2 év, az emberekre ránőtt ez a projekt, mindenki megbékélt vele, sőt, mindenki megszerette, és ma már mondhatjuk, hogy igazából ez egy ikonikus album. A mai napig ezzel az albummal jár turnézni Playboy Cardi, és egyre nagyobb, óriási bulikat csinál vele, nagyobb sokat tart, mint valaha. Megalapozta azt a rage műfajt, amelyben ma már Ken Carson, Destroy Lonely, Homicide Gang, Yeet vagy néha Trippie Redd is alkot. Egy futurisztikus, szintetizátor alapú videójáték effekteket használó műfaj. Egyébként erről örömmel csinálok egy teljesen külön videót, illetve az előbb említett 3 rapperről, tehát Ken Carson, Destroy Lonely és a Homicide Gangről is, akik egyébként le is vannak szerződve Cardi saját kiadójához, az Opiumhoz. Tehát még egyszer, hogyha szeretnétek róluk videót, kommentbe írjátok le, és nagyon szívesen megcsinálom. És úgy láthatjuk, hogy ez az ilyen sötét, sátánista stíló annyira bejött az embereknek, az ő közönségének, hogy továbbra is ezt fogja tartani. Be is jelentett már 2 upcoming albumot, egyet Narcissist címmel, egy másikat pedig NBA Youngboy-jal közösen. Tehát ezek is évek óta be vannak jelentve, tehát megszokhattuk tőle, hogy valószínűleg még kell rá várnunk. Cardi életében a divat nem csak hobbi szinten van jelen, hanem annál sokkal nagyobb szerepet játszik. Modellkedett már a Louis Vuittonnak, a Nike-nak és az OVO-nak is, valamint rendszeresen részt vesz Off-White és Villon termékek tervezésében. A GQ magazin egyik divattervezője úgy jellemezte a rapper stílusát, mintha az évek alatt ráragadt volna az A$AP Mob exkluzivitása, Lil Uzi punk rock stílója és Lil Yachty színessége. Habár a neve a karrierre utal, mégis a kedvenc designer márkája elvileg a Balmain, a kedvenc designere pedig Raf Simons. Rapperek közül azt mondta, hogy A$AP Rocky és Kanye West stílusa tetszik neki a leginkább. A magánélete meglehetősen viharos, több modellel és előadóval is járt már, mint például Black China vagy Ruby Rose, valamint együtt volt Iggy Azaleával is, akivel közös gyerekük is született, Onyx néven. Ez a kapcsolat is, nem meglepő módon, meglehetősen labilis volt, Iggy többször az interneten teregette ki a szennyesüket, például Twitteren és Instagramon, mesélt a rajongóknak arról, hogy Cardi nem nagyon foglalkozik a gyerekkel és hogy megcsalja őt. Egész érdekes sztorikat is mesélt Insta Live-ban, például, hogy amikor a gyerekük született, akkor Cardi még csak be sem ment a kórházba megnézni, hanem Philadelphiába repült, hogy Lil Uzival közösen PlayStation-ezzen. Illetve nem volt hajlandó aláírni a gyerek születési anyakönyvi kivonatát, vagyis nem ismerte el, hogy ő az apja, pedig a babát közösen tervezték. Tehát itt Iggynek betelt a pohár és az internetre ment panaszkodni a rajongókhoz, nem tudom ez mennyire volt jó ötlet, viszont azóta Cardinak már teljesen másik barátnője van, viszont ez sem tűnik a lehető legjobb kapcsolatnak, mert elvileg tavaly év végén letartóztatták a rappert, mert folyton
bontogatta ezt a nőt. Nos, hát láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon megosztó, nagyon-nagyon kicsapongó életet folytató rapper, Playboi Carti, nem véletlenül van ekkora rejtély és mítosz az ő karriere meg személyisége körül. Az biztos, hogy nagyon-nagyon ügyesen csinálja, amit csinál, mert tényleg nem sok rappernek sikerül így ennyire fenntartani az érdeklődést éveken keresztül, ráadásul úgy, hogy viszonylag ritkán droppol zenéket. El kell ismernünk, hogy nagyon-nagyon ügyesen változik meg időről időre, tehát nagyon ügyesen figyeli a trendeket és nézi azt, hogy milyen irányba kell elmenni. Elindult egy ilyen baby voice-os, kicsit undergroundabb vonalból, és most már egy ilyen ordibálós, sikoltozós, vámpíros punk rock irányzatnál tartunk. Láthatjuk, hogy azért eléggé éles kanyarokat vesz, de nagyon ügyesen csinálja, mert egyre csak felfele tart a karriere. Szoktam az ilyen bemutató videók végén három kedvenc tracket ajánlani nektek, ami nekem a személyes kedvencem. Nagyon-nagyon nehéz dolgom volt itt, mert egyébként nagyon sokat hallgatom őt, akkor nem tudnék választani hármat, de végül azt csináltam, hogy a három legsikeresebb, legnagyobb projektjéről kiválasztottam egy-egy zenét. Az első zene, amit kiválasztanék, az a Number 9 című track a Playboi Carti mixtape-ről, a második az a Chapa Won't Miss a Die Lit-ről, a harmadik pedig a New Tank a Holler Red-ről. És röviden ez lett volna most Playboi Carti karrieréről bemutató videó, hogyha bármi fontos infót kihagytam szerintetek, akkor a kommentek között mindenképp jelezzétek, hogy tanuljak én is, illetve azt is írjátok le, hogy kiről szeretnétek még ilyen bemutató videót látni, lehet külföldi, magyar, lehet akár európai rapper is, mert európaiakról gyakorlatilag csak Central City-ről csináltam, úgyhogy nyugodtan jöttek azok az ötletek is, figyelni fogom, nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt most végignéztétek, hogyha valaki még nem tenné, akkor kövessen Instagramon és TikTokon is, illetve csekkolja a legutóbbi zenémnek a klipjét, találkozunk a következő videóban, legyetek jók, mindenkinek kitartás a suli kezdéshez, ciao!